Gáspár, a bukovinai tányelv és népi építészet önkéntes kutatója meséli el, mi vezetett a bukovinai székesség építészetének majdnem teljes eltűnéséig, és mit lehetett tenni, hogy ne veszítsük el ezeket a pótolhatatlan értékeket. Egy székely családba születtem. Tulajdonképpen benne éltem akkor még a hagyományokban, mert minden ünnepet megtartottunk, meg lejártunk locsolni, meg betlehemezni, meg mindenféle, tehát ez nekünk természetes volt. Ezt az örökséget ápoltuk, vagy szóval, de benne éltünk, tehát ez nekünk úgy volt a természetes, ahogy az történt. Tizenöt éve körülbelül először kimentem szüleim szülőfalujába, Hadikfalvára, és hát erre felkészültem természetesen, apámat kikérdeztem, hogy hol voltak a szüleim házai, vagy nagyszüleim házai, utcákat, le is rajzolt egy térképet, és hát nagy izgalommal mentem. Aztán hát a térképen eligazodtam, de se egyik nagyapám házát se találtam meg. Az utcát igen, meg a házak helyét. Illetve az anyai nagyapám, dédnagyapám házának helyét és a kutat. Az viszont eredeti volt, az meg volt, mert többit már régen lebontották az ott lakók. És azt is tapasztaltam, szakmai szemmel ugye végignéztem, házakat kerestem, hogy hát a régi eredeti házaknak nagy része már nem is hasonlít önmagára, sokat lebontottak. Amiben laktak az új lakók, azt mindenféle módon átalakították, nyilászárócsere, kéményt építettek. Kezdtem azon morfondírozni, hogy a sok hagyomány, sokfajta hagyomány, amit itt őriznek a székelyek között, nincsen az építészetről semmi. És miután ott láttam a pusztuló házakat, akkor kicsit utána nyomoztam, hogy szakirodalomban vagy egyéb helyen találok erről adatokat, és nem találtam. És akkor született meg bennem az az ötlet, hogy hát ez egy olyan része a mi hagyományainknak, kultúránknak, amit nem lehet továbbadni, mert éneket, hát most is lehet énekelni, meg milyen mintákat, meg táncolni, minden. De a házakat nem lehet idehozni, vagy megismételni, mert hát itt más világ van. És amikor a székelyeket ide-oda rakosgatták, akkor se építhettek új házakat ugyanolyan stílusban vagy módon, mert más volt a környezet, nem más anyagok voltak, és mindig valakinek a házába rakták szerencsétleneket. Mikor a szakirodalomban sem talált róla semmit, úgy döntött, saját maga próbálja megmenteni a bukovinai székely kultúrának ezen részét. Alapos szervezés után végül kiutaztunk oda. Meg kell jegyeznem, hogy a románok, a helyiek elképesztő módon támogatták a munkánkat. A helyiek pozitív hozzáállásának köszönhetően sikerült számos ingatlanról utólagos tervet készíteni. Felmértem, 3 lakóházat sikerült, egy csürt, egy istálót és egy nyári konyhát. És hát utána elkészítettem ezekről a műszaki terveket, sok fotót kellett beszereznem emberektől, de például a Megyei Múzeumtól is kaptam régi felvételeket. És akkor így összeállítottam egy dolgozatot belőle, és hát az a szokásom idézőjelben, hogy készítek valamilyen néprajzos munkát, akkor miután nem vagyok néprajzos, csak ilyen műkedvelő, azt próbára teszem,
és a módszerem az volt, hogy a Magyar Néprajzi Társaság mindig meghirdetett gyűjtőpályázatot minden évben. És emlékszem, hogy a Székely Szótár anyagát is elküldtem oda, hogy azt ott szakemberek megnézik, és azt mondják, hogy jó, akkor lehet vele további lépéseket tenni. Ugyanezt tettem az építészettel kapcsolatban is, és szerencsére nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Erről szóló könyve így egyedülálló lett ezen a területen. Mint a nyelvészet terén, úgy ebben a témában is sikerült maradandót alkotnia, megőrizve ezzel a bukovinai székely kultúra egy újabb darabját az utókor számára.